Visszaköltözött a jegyiroda, újra üzemel a mozi, a rendezvényterem, a VR szemüveg élmény, és még számos attrakció a színbádban. A színes programok között minden korosztály kedvére válogathat. Talán az öltöztető tükröt emelném ki, főleg a fiatalok szeretik nagyon. Ennek az a lényege, hogy akár korabeli ruhákban is láthatja magát, aki a tükör elé áll, és nagyon vicces fotókat is lehet így csinálni. A színházigazgató kiemelte, hogy az újranyitásnál ugyanaz volt a cél, mint a nyitásnál. Egy olyan épület bemutatása nem csak nyíregyháziaknak, hanem a nyíregyházára látogatóknak is, amely kicsit más szemszögbe mutatja meg a színházat. A moziban látható egy színház történeti korokat bemutató kisfilm. A VR szemüveg segítségével színpadra állhat, aki ki szeretné próbálni magát, de az előbb említett öltöztető tükör is jó szórakozásnak bizonyul. A nyitás előtt már javában elkezdődött az elkövetkező időszak tervezése, a szimbád idén is számos izgalmat tartogat az érdeklődőknek. Mindenképp szeretnénk újra különböző fellépőket a szimbádba hozni, szeretnénk olyan dolgokat kitalálni, amik korábbiakban nem voltak. Ezek közül kiemelném a Mag és Lilmor című előadásunkat, aminek nemrég megtartottuk itt az olvasópróbáját, és júniusban meg lesz a premier is az előadásnak, tehát reményeink szerint innentől ez nem csak a színház külső életét mutatja meg, hanem konkrétan színházi élményeket is lehet itt szerezni majd. Az elmúlt évek sikerére való tekintettel a pódium színpad idén is az egyik fő szereplője lesz a színbádnak. A színházigazgató reméli, hogy az új étterem üzemeltetőjével egyeztetve a programokat, sikerül idén is nyüzsgéssel megtölteni a teret.